Mindent megtesz a Nemzeti Liberális Párt vezetősége annak érdekében, hogy Nikolai Csuka lehessen a párt elnöke. Noha az alapszabályzat nem tette volna lehetővé, hogy a kormányfő megpályázhassa a tisztséget, az alakulat végrehajtó bizottsága hajlandó eltekinteni az előírástól. A Nemzeti Liberális Párt alapszabályzata értelmében az elnök legkevesebb öt éves pártagsággal kell rendelkezniük, csak hogy Nikolai Csuka kevesebb mint két éve, 2020. októberében lett a Pénélé tagja. Pártközeli források szerint azonban már mondhatni, hogy eldölt Csuka kell átvegye a Pénélé vezetését, Éppen ezért a végrehajtó bizottság módosította a saját szabályzatát úgy, hogy a kormányfő mégis megpályázhassa a tisztséget. Erről Jonut Troé, a párt szóvívője számolt be a sajtónak. Eltekintünk az alapszabályzatnak a pártagsági régiségre vonatkozó előírásától, amely eddig követelmény volt a pártelnőki tisztség megpályázásához, mert nagyok az elvárások a párton belül Nikolai Csukő kormányfővel szemben, akit sokan támogatnak a a párt elnöki tisztségére, és úgy véljük, hogy egy olyan vezető, aki szoros kapcsolatot tud biztosítani a pénélé és a kormány között. Florin Kőcó korábbi elnök szombaton mondott le tisztségéről, azt követően, hogy több megyei tagszervezet megvonta tőle a bizalmat. A párt ideiglenes irányítását azóta György Flutór első alelnök vette át. A Nemzeti Liberális Párt rendkívüli tisztúító kongresszusát április 10-én 11 órai kezdettel tartják a parlament épületében. A jelöléseket az elnöki tisztségre ma 18 óráig lehetett benyújtani. Nikoláj a kormányfő ma délután bejelentette, hogy úgy döntött, megpályázza a Nemzeti Liberális Párt elnöki tisztségét.